három hetes bezártsághoz azért úgy valamilyen szinten haza vagyunk szokva, annyi szokott lenni egy standard edzőtábor. Most ugye a negyedik hétvégén vagyunk, és még egy hetünk van, úgyhogy érezzük is, hogy ez kicsit már komfortzónán kívül esik, már várjuk azt az egy hetet, hogy elteljen és mássunk haza egy napra, mert utána meg edzőtáborra mennénk, de az egy nap is sokat számít. Mit szóltok a mostani bejelentésekhez, a mostani korlátozásokhoz? Amikor ezt a videót rögzítjük, akkor ugye mi még nem tudjuk, hogy ebből pontosan mi lesz, tehát hogy az uszodák bezárása, meg az éttermek bezárása, ezek hogy érintik az edzőtáborunkat például, vagy csak szimplán az otthoni edzésünket, úgyhogy erre még mi sem tudjuk a választ. Hát az országos bajnokságot, hogyha elhalasztják, azért az már olyan, az már az a kategória lenne, ami már senkinek nem esne jól. Ugye amikor elhalasztották a márciusi, azt hiszem márciusban lett volna, igen, az országos bajnokságot, akkor az úgy voltunk még vele, hogy jó, akkor, tehát akkor még, hogy az egész helyzet egy új volt, akkor még úgy voltunk vele, hogy lesz, tehát hogy ez egyértelmű, hogy akkor ezt most meg kell tenni. Azt valahogy úgy túl tudtuk tenni magunkat, ugye együtt járt ez az olimpia elhalasztásával is, tehát az még ugye egy kalap alá esett. Most ez a második, ugye ennek szerintem a legtöbb sportoló úgy állt oda, hogy ha már elmaradt az első, akkor itt próbálta volna meg, vagy próbálná megmutatni azt, hogy ez az egy év alatt mit tudott fejlődni, és hogy mit készült. Ugye azért nekünk úszóknak egy ilyen országos bajnokság, vagy egy nagy verseny az az évvégi bónusz, ott tudjuk mi kamatoztatni azt, amit egész évben csináltunk. Egy ilyen verseny nélkül ugye nehéz feldolgozni azt, hogy egy teljes év munkája eredmény nélkül maradhat. Úgyhogy ez a második, ez már kicsit nehezebb. Szerintem ezt nehezebb lenne elviselni, hogyha elmaradna, de még mindig azért szurkolom neki. Viszont most versenyen vagytok, eddig hogy telik neked az ISL? Jó, azt tudom mondani, hogy eddig az összes úszásomban nagyon közel voltam, tehát mindenhol fél másodpercen belül mozogtam a legjobbanhoz képest, aminek nagyon örülök. Szeretném most már az úton, csak egy verseny van, hogy ezt átlépjem és megjavítsam. A 100-ától már megjavítottam a legjobbamat egy picivel, 200-ától is most ez a cél. Minek köszönhető ez, hogy ennyire jól megy? Mi azért tudtunk szerintem érdemi munkát végezni itt a közvetlenül az ISL előtt, ugye el tudtunk menni egy 3 hetes hódmezős edzőtáborba, ami nagyon sokat dobott, ott többé-kevésbé rákészültünk erre, tehát nem azért nem úgy jöttünk ide, hogy teljes edzés terheltségből úszunk, és plusz még az, hogy nagyon élvezzük ezt a helyzetet, jók a versenyek, jó a hangulat, ez egy nagyon új dolog egy úszónak, ami itt zajlik, és szerintem ez a plusz, amit ez ad, ez okozhatja azt, hogy az átlagnál picit jobban megy. Ezzel az 5 hét bezártság, vagy idézőjeles bezártsággal együtt is azt tudom mondani, hogy ez mindenképp egy egyedi és jó élmény. Biztos vagyok benne, hogyha erre később majd visszatekintünk, akkor nem úgy fogom ezt nézni, hogy micsoda borzalom volt ez az 5 hét. Egész gyorsan eltelik, mondhatjuk ezt is, úgyhogy ez egy új kaland, és szerintem mindannyian majd tudjuk értékelni ezt később.